Kérem szépen, hát a mai pénteki videónk tárgya ő lesz. Ez volt bányának az épülete itt Petőfi bányán, úgyhogy ezt az épületet fogjuk megnézni. Iroda épület lehetett, úgyhogy tartsatok velünk. Jó napot kívánok, szeretnénk szétnézni. Lehetséges? Köszönöm szépen, akkor megyünk. Igen. Köszönöm, uram. Köszönöm. Jó, menjünk, nézzük meg a kapcsolótáblát. Mi van ráírva? Kapcsoljuk. Büfé. Kimegítés. Büfé van. Van általában jó kaja. Kapcsolóhelység. Visszaköző büfé erőátvitel, déli oldal, főkapcsoló. Igen, igen, nyugodjunk közel. Azt imádjuk, hogy imádjuk. Igen. Öltöző orvosi rendelő büfé, itt minden volt, kérem szépen. Kávézablakok már így vannak. Betáp a portára, korrektor, tartalék, anyagműveges korrektor, orvosi rendelő. Előtte meg telefon. Megszorult. Vagy zár van belőle. Ott van itt egy ilyen izé. Kapcsolótér. Kapcsolótér. Jó. A baláti még van áram. Igen. Mennyi kell még arra? Nézzük meg itt alul, nem? Akkor mondjuk a... Erre, arra utána meg irány felfele. Szél csapkod valami ajtót vagy ablakot, mert kemény hangok jönnek. Amúgy az utolsó szőnye, ez a szőnyeg volt, vagy dinamóra volt. Ezt is felszedték, igen. Ez most tényleg csak ilyen végigruhanós történet. Így van. Szoktátok mondani, hogy sokszor csak végigruhanunk. Itt a nagy aula. Amúgy impozáns épület. Szerintem el is megyek ide a végére, és megmutatom nektek, hogy mi van itt. Kérdeztem Attilától, hogy jöttünk be, mert ő már volt itt, hogy hozzak lámpát. Nem kell. Kellett volna. Fú, ezt nézzétek itt. Ezt nézzétek! Ez nagyon komoly. Micsoda? Ezek egy gyontató fülkék. Bementél, elmondom, hogy működött. Gyere, Laci, menj be oda a közepére. Na, mi van? Menj be oda a közepére, ez fénykorában. Tedd a fejedet alá, és itt megnyomtak egy gombot, és kiszívták az ember agyát. Így igaz. És csak, és akkor itt kijött, kipüfögte. Nem tudjuk, mi ez. Nem tudjuk, mi ez. Amúgy. Mi lehetett ez amúgy? Megvan, így zsákolták a szenet. Ez a szénzsákoló.
Csodálkozott, hogy ezt minden... Ez még itt van. Saváló cső. Ja, soha nem tudtam, mire gondolsz. Igen. Ott van egy szivattyú. Igen, látjon. Egy szivattyú. És ott egy galéria. Fönn. Na, oda nézzetek. Azt még nem látta Laci. Gyere, Laci! Mutatok valamit? Egy villanyszerelési történet. Ez egy gépház volt, akkor mindenség kétség kizárva, igaz? Igen. Biztos, hogy nem minden. Minden lesz a feljárat. Te meg itt sétáltál? Lent? Hogy sétáltam, aztán észrevettem, de nem mondom, hogy egyébként nem tudom, hogy mit csináltam, én csak annyit láttam, hogy itt készült. Ember, meg kalofilter. Mennyi díj, mennyi már vele. Na hát akkor... Menjünk tovább. Nézzük meg az épületet. Kijöttünk. Hát éppen László elmondta itt a Attilával közösen a nagy tutit, és tökéletesen igazuk van. Még egyszer László, ismételd el. Itt tűnt el egy nagy hírű, nagy múltú magyar iparágazat. Így van, a bánya. A bányászat. Rengeteg bányánk volt. Ugye tudjátok, tehát nem kell ezt egyébként túlragozni. Az országban rengeteg bánya volt. Aztán jött az olcsó áram, az olcsó energia, ugye tudjuk honnan, az oroszoktól, aztán most már nem jön az olcsó, de addig tönkre. Most már nincs bánya, addig sikerült az erőművénknek a 80%-át lebontani, sikerült a bányáinknak a 99%-át bezárni. Hát, 99,90 már csak kettő darab szép bánya vagy, de az is csak minimális lakosság termeléssel bír. Úgyhogy... Ugye a visoltai erőműre dolgozik a büskában. Így van, azért nem mondtam 100%-ot, mert ott külszíni fejtésben az még működik. Hát igen, mert még felső nyáráron Borsodban van egy külszíni. Az csak lakossági. Úgyhogy ez is egy bányaépület volt. Hát ezeket újraindítani, én azt mondom, hogy ez olyan, mint egy régi házat felújítani, hogy többe kerülne, mint egy újat elkezdeni. Hát, maga a vágott rendszer még egész épp. Csak a víz tönkre tehette őket, az a baj. Az a baj, hogy ugye visszaraboltak belőle mindent, ugye bányászlengel fogalmazva, a kiszerelő brigád, ugye ők voltak az utolsó bányászok, ők kibontottak belőle minden utolsó vasdarabot is. Úgyhogy... És utána megálltak a szivattyúk, megállt a villany, megállt minden, igen, elárasztotta a víz a bányákat. Nem is ezzel lenne a nagy probléma, azt lehet, hogy a szivattyúk, sok de nem tették a függő aknákat. Azt is kirámolták, így megszűnt a légátkúzása a bányavágatokba, és így ugye felszaporodtak a gázok. Ugye nagyon sok bánya volt és új túlégett, de nagyon sok bánya inkább széndioxidos volt, meg kénes. Na, hát igen. Szóval ezért tartunk itt, ahol vagyunk. Ez egyébként hatalmas nagy észt nem kell, amit most László elmondott, már mint nem László szempontjából mondom, hogy ész nem kell, hanem az én szempontomból, vagy a nézők, vagy a magyar emberek szempontjából. Tehát hatalmas ész, ez nem kell. Ez tönkre lett téve. Tessék, ez egy magyar bánya iroda épülete. Hát ilyenek a bányáink is. És rengeteg bányát megnéztünk a mostanában. Van, amiről volt videó, van, amiről nem volt. Illetve tervben is van még több bányának a felfedezése, amennyire lehet. Ez itt a Petőfi bánya. Hát, tessék.
Tessék, kérem szépen. Ugye el lettek adva a területek, tehát ez már nem úgy van, mint régen. Nincs már meg már maga a terület se. Ezeket nem lehet ilyen egyszerűen újraindítani. És ezért függünk ugye a külföldi energiától. Na jó, megmutattam ezt, elmondtam itt a végére ezt a kis demagógnak is mondható monológot, de tulajdonképpen ez igaz. Örülünk, hogy megnéztétek velünk ezt a rövid videót ezen a pénteki napon. Iratkozzatok fel a csatornáinkra, lájkoljátok a videóinkat, és nézzetek minket, kövessetek minket a TikTokon is, kövessetek minket az Instán is, és a Facebookon is, illetve itt a YouTube platformon. És iratkozzatok föl mindegyiken, nyomjatok egy szívet, vagy egy csengőt, vagy egy feliratkozás gombot, hogyha nem akartok lemaradni a ilyen hasonló, vagy esetleg komolyabb videóinkról. Ennyi volt mára, és két hét múlva pénteken találkozunk, és ugye, mint el szoktam mindig mondani, Attilának a fényképét várjátok meg, mert most ez következik. Na, sziasztok! Tehát ő a bányaigazgatóság épülete, mint ahogy látjátok, hát nem igazán működik.